Üdvözöllek, hogyha sokat ülsz a számítógép előtt, akkor jó, hogyha megismerkedsz iLeo-val. Ő abban fog neked segíteni, hogyha ne feledkezz meg arról, hogy a szemedet érdemes néha kicsit megmozgatni. iLeo kis programocska, ami a számítógépednek a jobb alsó sarkában fog elhelyezkedni, és figyelmeztetni fog időközönként arra, hogy érdemes egy kis szemmozgást végezned. Ez úgy működik, hogy megjelenik egy kis ablak, és mutatja, hogy hogy kell mozgatni éppen a szemedet. Jobbra-balra, vagy fel, le, különböző mozgásokat fog neked megmutatni. Ugye itt helyezkedik el, és emlékeztet arra, hogy mondjuk a hosszú szünet jön, akkor az 30 másodperc múlva fog elkezdődni. A rövid és a hosszú szüneteket is be tudod állítani. Van egy beállítási része, és amikor beállítottad, akkor ő automatikusan figyeli az időt, és időközönként megjelenik. Egy ilyen képernyő fog látni, képernyőt fogsz látni, és lehetőséged van arra, hogy skip-ed, tehát azt mondtad, hogy mondjuk ezt nem szeretnéd elvégezni, de azért, hogyha már használod, akkor ne skip-ed, hanem inkább mozgass meg a szemedet, hiszen hogyha sokat ülsz gép előtt, akkor az jelentősen el tud fáradni, főleg nap végére, de szerintem már tapasztaltad is. Jó, a settings-ben pedig be tudod állítani, hogy milyen hosszúak legyenek a szünetek, tehát itt pontosan be tudod állítani. Ezt úgy kell, hogy jobb gombot nyomsz a kis iLeo ikonján, majd megjelenik a settings rész, ezt kiválasztva tudod beállítani azokat az opciókat, amit te szeretnél használni. Remélem, hogy hasznos volt a videó, és kíméld a szemed. Szia!